Je sais ton amour, je sais le verser sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Rien, rien ne nous retient, rien, tout me tient bien.
Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik mai szalagolható ünnepségünket jelenlétükkel megtisztelték. Elsősorban a végző diákokat, vendégeinket és tanárainkat. A szalagolható fontos pillanat minden utolsó éves diák számára, hiszen azt hivatott jelezni, hogy eljutott élete első nagy erőpróbájáig. Végzős tanulóink most egy keringőre invitálják szeretteiket. Tekintsék ezt a gesztus minden végzős nevében köszönetnek azért a sok szeretetért és fáradtságért, amit szüleiktől kaptak. Je sais ton amour, je sais le verser sur mon corps, sentir son corps jour après jour. J'ai remonté les tours pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur moi, j'ai ton désir ancré à mes chevilles. Rien ne nous retient, rien, tout ne nous tient qu'un bout. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, seul j'aimerais plus que les autres, si tu peux me consacrer. És mindazon tanulókat, akik részt vesznek a műsorokban.
Ünnepelni gyűjtünk össze, ünnepelni komolyan, ünnepelni vigadozó lélekkel. Ünnepelni, hiszen a mai estének különleges méltósága van. A régi hagyományokban gyökerezik egy jelképes állomás végzős diájának életében. Honnan is származik a szalagavató hagyomány? Az első ünnep az 1830-as években az akkor még Magyarországhoz tartozó Selmec bányán, az Erdészet és a Bányászati Akadémiára járó diákokhoz kapcsolódik. Akkor ezt valétázásnak nevezték, ami a valéte latin szóból származik, aminek a jelentése éljetek boldogul. Ezt kiáltották a végzős diákok, nem véletlenül alsóbéres osztálytársaiknak. Az ünnepség a városban azzal kezdődött, hogy az utolsó éves hallgatók a második fél év kezdetén felküzdték maguknak a megkülönböztető szalagot, majd az alsóbévesek fáklyás kísérletével a város szélén vonultak. Ott az alsóbévesek kérdetesen fenéket billentették a végzősöket, jelezve, hogy hagyják el a várost, hagyják el az iskolát. Ezután a népes diákság a város viradójába vonult, és hajnali tartó mulatozással ünnepelte ezt az eseményt. Gondolom, ma is itt lesz a mi iskolánkban. Iskolának is van kapcsolat ez a szép diák ünnephez, hisz Faller Jenő szintén Selmecbányán született. Tehát a Selmecbányán diák volt, ott kezdte az egyetemet, nagyapja ott volt egyetemi tanár, csak ugye közbeszólt a politika, a történelem, és 1918-ban, mivel a cseh csapatok elfoglalták Selmecbányán, az akadémiának Sopronba kellett költöznie, és Jenő bácsi már ott fejezte be tanulmányait, de ő Sopronba valétázott ezek szerint. Még nekem is van egy személyes kötődésem ehhez a dologhoz, hiszen Sopronba voltam középiskolás diák, gimnazista, és ugye nem ismertem ezt a hagyományt, de én láttam a Sopron egyetemistáknak ezt a fájlás felvonulását, ami a városnak egy nagyon szép eseménye volt, nagyon szép egyenruhájuk volt akkor is, most is, és fákával vonultak végig a városon, a lányok majd összetaposták egymásra lássákat. Kedves avatandó diákjaim, ti is folytatjátok ezt a szép hagyományt. Mit is jelent a ti életetekben ez az ünnep? Jelzi azt, hogy három hónap múlva befejezitek a tanulmányaitokat, április vége lesz a ballagás az idén, ugye a naptár szeszélyessége miatt, majd az érettségi és a szakmunkás vizsga következik. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, még kemény munkára, szorgalomra van szükséget. A mai este még nem erről szól. Majd amikor bevonultok az avatásra, láthatják a vendégeink, a szüleitek, rokonaitok, barátaitok, hogy ti is milyen csinosak, szépek vagytok. Kattognak a fényképezőgépek, már most is, hogy megörökítsenek benneteket. A szalagfertőzés jelzi iskolánkban, hogy egy szimbolikus lépcsőfokon álltok, lassan lezárult korszak életetekben. Egy este, a jövő már múlt lesz, akkor visszanézünk, és látni fogjuk az ifjúságot, mint a új szalagot. 3-4 vagy akár 6 éve, 14 évesen a kamaszkor kezdetén léptetik iskolánkba, és 18-20 éves felnőttként léptek ki. Az eltelt években tanáraink több-kevesebb sikerrel próbáltak belétek csökök tenni, az elmélet és a gyakorlati ismereteket, voltak sajnos olyanok, akik lustaságuk, fegyelmezetlenségük miatt kimaradtak közület. Így összesen most 140-en vonulnak a szalagfertőzésre, 63 szakközépiskolai tanuló két osztályban és 78 szakiskolás tanuló 5 osztályban. Persze, ha nem lesz hiányzó. Büszkén és méltóság teljesen viseljétek ezt a szalagot. Az ünnepi után köszönjétek meg szüleiteknek, nagyszüleiteknek, hogy megteremtették azokat a feltételeket, aminek eredményeként eddig eljuthattatok, és segítették eddig életeteket. Köszönjétek meg tanárnőtök munkáját, mert higgyétek el, hogy amikor borgoltak vagy elmarasztaltak benneteket, akkor is a ti javatokat akarták. Befejezésről megköszönöm, hogy meghallgattak, szép ünneplést, az esti szalagavató bankettel jó szórakozást kívánok. Ezen a szalagavató ünnepét megnyitom. Köszönöm. Szalagavatójuk alkalmából az iskola Duendeszi játszóköre köszönti a végzős diákokat igazolatlan hiányzás című műsorával. Fogadják szeretettel!
Van egy határ, aminek az átlépésével a hang, a kötelességtudat hívó szava megszűnik létezni. A vekker, a régi szép mocskos és fagyasztó reggelek kiskakasa, én pedig maga a szemétom, mely kibújik alóla, visz menniünkre. Legtöbbször nem engedelmeskedem a parancsnak, aminek közlésére éveken át károsztatva voltam. Hogy elengedett elindítson az életünkkel. Úgy gondoltam, hogy felmentem a hosszú iskolai és középiskolai évek eseményeit, de rögtön a vekker jutott eszembe. Akkor sem mint hang, hanem mint érzés, mint egy hatalmas migrénszerű görcs. Úgy gondoltam, abba hagyom az egészet, és minden korrektelül megpróbálom felidézni a múlt eseményeit. Képzeljétek, valamelyik nap bementünk a suliba. Pontosabban csak beszerettünk volna menni. És mit akartatok? Nosztalgiázni. Már nem lehet csak úgy bemenni az iskolába, mint régen. Erre akkor jöttünk rá, akkor találkoztunk az iskola sarkánál, és megbeszéltük, visszamegyünk a múltba. Segít felidézni a történeteket, ott 10 éve nem jártunk. Nehéz volt legyűrni a kis törpet elmeti portás nénit, de aztán felsoroltam neki 2 pedagógus nevet, aztán hát így is elég nehezen, és hát az iskola szabályzatát az egekig felrúgva, beengedett a folyosóra, de nem tovább. Folyamatosan azt hittem, beverem a fejem a plafonba. Vagy 6-szor akkor lettem, mint a régi épület. És hirtelen nem tudtam, hogy talán sírnom, vagy nevetnem kéne, én csak kisétáltam a kapun. Hú, pedig emlékeztek a kolbászos borira. Valami rémlik, hogy is volt? Madeszanyja csodálatos szenyókat készített, különféle hatalmas húsokkal, amik megszerzésért akár könyörögni is hajlandó voltak. Ott zaváltuk hátul, különféle húsokkal, Madesz mobilját hallgattuk, mindenféle jó zenére. És egyszer, mikor kolbász a szendvicset majszolt, és a bikini dalolta, hogy adj helyet magad mellett, és a kolbász kiugrott a 2 fehér kenyér fogságából, és Madesz belehallgatott a csendbe, hogy rohadt kurva! Mi ott ültünk hátul a padoknál, mindenki minket bámult bombán, nem értettük, mit magyaráz a tanár, mert meg a fülünk beordított a bikini. Hiába kérek, nem változom meg, én vagyok, más nem leszel, ne szólj rám, ne változtass meg. És emlékeztek azokra a régi szép bizonyítványokra? Nekem a Tori tetszett a legjobban 11-ben. Hogy azt mondja? Történelmi ismereteidről csak így nem létező dolgok. Nekem a lányok maradtak meg az emlékezetemben. Ők számítottak nekem mindent igazából. 3 voltak, mindegyikük kitűnő tanuló, sőt, egyik profi műkölcsejelző. A tévé előtt ülve értesültem, a sporthírekben az országos második helyezéséről kért. Márpedig aki csinos, az mikor sorázik. És ő bizony csinos volt, tehát már az első napoktól fájt rá fogom. Alig vártam, hogy szerelmes legyek. Mondjuk én nem tudtam mi az, hogy ilyennek a tehetsége, mert 20 éves koromig praktizáltam. És megtudtad mi az? Sajnálatos vagyok, nem azért fejeztem be, mert megtudtam mi az. Hát miért? Nem kócsolyázom ilyen messzire. Lényeg az, hogy 4-ben 5-ször voltam szerelmes, 3 lányba. Segítettek meginni helyettem a házi feladatot, és dolgozati íráskor engedélyezték, hogy etikai védsége kell a tanáruk, személyük, és nemzeti alaptanterv morális, ám beiratlan szabálya jelen. Ez egyszer olyannyira sikerült, hogy 5-ös szereztem történelemből. És anyám bizony akkor láthatta, hogy még lehet belőlem valami. Nekem a magyar értékelésem volt a kedvencem. Úgy vélem, magyar nyelv és irodalomban hízelt is számodra az elégtelen eredmény. De nullát azért mégsem írhatok meg. Átidőltet a tanul nagy részét is várhat, hogy csoda fog történni. Hát, nem történt csoda. Csoda? Az nem. Mert tínédzserkorom egyik meghatározó irodalmi élménye, Marian fogalmazása. Még pszichésen is megvisel. Mint Móricz a vízben. Mert valahányszor egy tömött busz érkezett elém a városban. Én bizony hazamentem. Íme a drámakat, hogy nagymamámmal el akartunk utazni
Székesfehérvárra, kimentünk a buszvárolba, és vártuk a buszt. A busz megérkezett, és nagyon sokan voltak, és nagyon tolakodtak. Nem féltünk fel, hazamentünk. Nálam egy másik osztálytársam Erzsébet a titokzatos Felevad címmel vitte el a díjat, ám a bizonyos Mackó vérengzésének, a szadista gazda tömegkínzásának és Kizói magányából fakadó kegyetlenségének történetét csak azoknak ajánlom, akiknek kötélből vannak az idegeik. Mert bár a végén a gazda mégis rátalál a magában lakozó jóra, mire odáig eljutunk, rengeteg ember számbeli megjátékát, beleértve még a vagánvadászt is. Hallgassuk hát! Egy bizonyos medvétől nagyon féltek. Még a vadász is megijedt. És egyszer csak odalépett hozzá a gazdája, és kiderült, hogy csak egy játékot. Nekem a testi értékelésem a kedvencem. 81% fölé vártam a teljesítményedet. A futás eredményedre kedvezően hatna a dohányzás elhagyása. Gondold, hogy mennyit teszel az egészségedért és ellenem. Amúgy a lelkesedéseddel és aktivitásoddal elégedett voltam. Azért az én német értékelésem is szuper volt. Fél évi teljesítményed sajnos nem ért el azt a tudásszintet, merre építeni lehetne a következő években. Szállami adottságét pedig lehetővé tennék, hogy a leglassabban haladó kezdőcsoportban legalább jó szintű eredményt érje el. Azért az én matekom lesz minden. Matek órán nem csinálsz semmit, de legalább csendben csinálod. A puskázáshoz szerettem volna érteni, de be kell látnom, szerencsétlen vagyok a téren. Egyetlen egyszer a matematika kísérettségén sikerült. Egy egyszemélyes asztalt áttoltam a terem jobb oldalára, teljesen kiürítve. Tudván, hogy úgy is elültetnek, a két legjobb matekos közé ültem. Két könyvet hoztam. Az egyiket jól kiszúrhatóan elhelyeztem a padomban. Minden tanár első lépése a dolgozatírás előtt, ő kiüríteti a padokat. Én ide-oda forogtam megjátszott zavaromban, mire ő felszólított. Te is éli! Másik könyv, miközben hátul a nadrágot zsebébe lapított. Elkezdtük a dolgozatot, de meg a leskelődést. Akkor bejött a csár, és a tanár felszólított, azon üljél át egy másik padban. Miután duzzogva átmásztam, úgy vettem le a pulóverem, és raktam a padba, hogy ezt akarja a könyvet, amiből aztán az elméleti feladatokat kimásoltam, és abban az évben nem buktam meg matekból. Tökéletesen kivitelezett bűncselekmény volt. Úgy pedig a házi feladat fogalmát illeti. Csupán ennyit eszembe, de ezért mindig oda voltam. AF per TK per 187 per 23, 24, 27. Na jó, legyen a 30-as is. Nem éreztem szükségét, nem terveztem az életem. Még azt sem tudtam, mit akarok csinálni. Másnak. Azt viszont mindig tudtam, hogy egy-két órával később mit akarok. És mivel ezt nagyon akartam, ezért az elvárásokat megfelelően hagytam el, lógtam mindent, ha éppen úgy tartott a kertem. Egy napon Nívakrém és Mosolyú vendégtanárok érkeztek, és engem azért küldött ki az osztályfőnök a telepből, mert kérdésére, mi leszek, ha nagy leszek, zavar posom kíséretében azt válaszoltam, hogy gyümölcse jogupállából. Onnan is tudtuk volna, hogy mit leszünk. Én még most sem tudom, hogy nagy vagyok-e. Mikor leszek nagy? Mikor leszek valaki? Besorolható tevékenységemtől fogva. És mikor mutatkoztatok be a kártyáskámon szereplő nevem alatt a kis oldalékkal? Én és én, XY, géplakatos, haloktechnikus, szociológus és értelmiség. Gratulálok!
Hát csak szevasz, Áki vagyok. Látni akartam magam előtt a hajnalokat, reggeleket, utazásokat a buszon, hegyre le és hegyre fel. Elérkezve a tanárok és a diákok sokaságához, iskola sarkon dohányfüstébe burkolózva ismét. Nem ez a legfontosabb. Az ok és a lényeg csak másodlagos, hiszen élek és éltem szabadon. És nem azért, mert megtehettem, hanem mert tettem, és persze mertem. Talán jól jártam vele, de lehet, hogy nem. De ennek sincs köze semmilyen igazsághoz. Vagy talán a történetek áttérképezésé után érkezik saját lelkiismeretlen világán, azon túl, hogy már tudom, mi a jó és mi a rossz. Egyszerűen mindent hagyni kell folyni a maga medrében. Kapitány Dániel, 11. A-osztályos tanuló mondja el a búcsúztató beszédet. Kedves végzősök, tisztelt tanáraim, kedves szülők és hozzátartozók! Van egy vicc, melyiknek az a csattanója, hogy pillanatnak jó ötletnek tűnt. Valahogy én is így vagyok ezzel a beszéddel. Pillanatnak jó ötletnek tűnt búcsúbeszédet írni, aztán tucatnyi törlés után már nem is tűnt annak. A mai szalagavató különleges ünnep számotokra. Mindenki szép ruhát öltött magára, a fiúkon feszül az öltöny, a lányokon a kosztüm, és felkerülnek a kezdetet, és végig elmaradtak, vagy nyugas óráikok voltak, és a hivatalos történet szerint mindenki a könyvtárban volt, nem az ólában és a büfében. A vitatkozások a portás nénivel, akinek mindig nagy feladat volt bemagyarázni, hogy nyugas órátok van. A szünetek, ahol nagy beszélgetések folytak, néha a tanulás a következő órára, vagy az unalmas órák, ahol a házi feladat volt a legfontosabb teendő, ahol veletek volt örök barátotok, a Facebook. A 4 év alatt, amit együtt töltöttetek a testetek idegében, biztosan összetartott csapattát lettetek, és örök barátságok születtek. Együtt tudtátok a sok matekórát, együtt szenvedtetek a Kulcs című novella elhelyezésével. A közös iskolai programok, ahol riválisként álltunk egymással szemben, máskor pedig csapatként küzdöttünk a sikerért. A minden évben megrendezett nyílt nap, az önvédelmi gyakorlat bemutatása, az alaki gyakorlatok közös gyakorlása nekünk, fiatalabb osztálynak fontos volt, és megmutattátok, milyenek leszünk végzősként. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, ezen napon életetek egyik fordulópontjához érkeztetek, így sikeres szakmunkás vizsgával, érettségivel, karriereteket alapozzátok meg. Ez rajtatok múlik, hiszen más nem állhat oda helyettetek. A sok tanulás és kitartás meghozza gyümölcsét. Tanáraitok megfelelően felkészítettek benneteket a ti nevetekben is, megköszönöm nekik. A szalag elválaszt, leválaszt és összeköt. Elválaszt a gyermekkortól, összeköt a múlttal a jövővel. Figyelmeztető jelit, mely kérdések hosszú sorát tartalmazza. Honnan jöttél, hová mi, kinek kell számot adnod? Ha magatokban ezekre választ tudtok adni, akkor életeteknek van értelme. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom, és fogadjátok útravalónak ezt a gondolatot. Mit akarsz? Hogy menjen a szekér? Ha nem hajtod a lovokat, a sikerélmény csepél. De cseppet se félj, míg forog a csapágy, míg pörög a kereked, leadhatod azt, aki csak áll. Felkérem a végzős diákok nevében, Ugyar Csaba
12 AB osztályos tanulót, hogy tartsam a kulcsbeszédét. Kedves ünneplő vendégeink, tanárok, családtagok, iskolabarátaim! Látjátok szemetekkel, mit vagyunk, bizony végzősök vagyunk. Mennyi kegyelemben teremtették meg tanáraink a lehetőséget, hogy tanuljunk, és a Falderi Erőszakképző Iskola és Kollégiumot adták nekünk kreativitásunk kibontakoztatásának helyében. És mondták nekünk, hogy az iskolában lévő minden lehetőséggel éljünk, csupán a házi rend megsértését tiltottak el bennünket. De mondták nekünk, miért ne tegyük azt. Bizony a melédiákat a házirend megsértésén, rólámmaró csúcsózáson, vagy lógáson kapunk, az egyesekkel és intrőkkel gazdagodjék. Hallottuk nálunk bölcsebb tanárunktól, hogy mi szigorú, de mégis igazságos büntetést kell ezzel mondani. De ezt a mi osztályunk a pingpongasztal látták, hamar el is feledék. Engedtünk a csúcsóasztal csábításának is, és beálltunk játszani. És abban a játékban filmbeillő gólokat, védéseket, győzelmeket játszottunk meg. És azoknak a győzelmeknek olyan édes ízünk vala, hogy a szívük megszakad el, mikor tanárunkat láttuk az osztályterem felé sietni, és megszakítá a győzelem mámorát a tanúra kezdése. Az órák látogatására váltottuk fel a meccset, majd olyan izgalmas kérdésekre kaptunk választ, mint például mely mással hangzott az öngétlenek, miként működik a vulkán, mi az a vitákon lesz tétel, ki volt Görgei Arthur, vagy mely izom lehet a sztenokleidom asztalidomus. Bár még maradtunk a csocsónál. Nem pusztán lógással hoztunk magunknak problémákat, hanem a ritkán előforduló lustasággal, vagy ebből eredő muskázással is. Megharagultak tanáraink, és amit gyötrelmes ellenőrzőnkbe vetették az egyest, és tőlük eredt még meg annyi. Rossz jegy, vagy jó, és megfelelő szintet éppen előrő fél évig, vagy évvégi osztályzatok is. Ahogy ti is látjátok szemetekkel, bizony a legtöbb diák nem kerülheti el a közelgő megpróbáltatást, a vizsgákat. Bizony mindahhoz járók vagyunk, bizonyítja ez a szalagadtó ünnepén. Szorgosan tanuljunk a hirtelen megjelent tudásszomjunk csillapításáért, és bocsássák meg találjunk, ami minden csillinket. És vizsgázzunk le jó eredménnyel, a további céljaink elérése érdekében. Mondjunk köszönetet Tóth Kálmán igazgatónak és minden tanároknak, hogy segítségükre voltak és lesznek. Hordjuk hát büszkén a szalagot, hogy jelezzünk mások szín előtt. Végzősként a múltra tekintve, mi már tudjuk, mi nehéz út vezetett el idáig. Szabaduljunk meg a lógás és lustaság kísértésétől, és hagyjuk, hadd vezessenek bennünket tanáraink a tudáscsarnokába. És már felnőttként lássuk be, küzdelem nélkül nem édes a győzelem. És kiáltsátok háromszor, ad astra peras peras, tövises az út a csillagot. Ünnepségünk legfontosabb pillanata, a szalagfertőzés következik. Felkérem az osztályokat, hogy a következő sorrendben fáradjanak le a szalagfertőzéshez. 12A. Informatika rendészet szakközépiskola. 12D. Élelmiszer és vegyi áru eladó. 3/11E. Regesztő szakiskola. Felnőttek szakközépiskolája. 2/12H. Regesztő központi fitnesszerelő.
Gábor, 2012 KB, köműves villanyszerelő szakiskola. Kérem az osztályok képviselőit, hogy küzdjék fel az osztályfőnököknek a szalagot. Kanizsár Rihár, Rákonyi Fanni, Takács Alexandra, Kovács Nóra, Pécsi Krisztián, Ári Csaba, Haász Mátyás.
Faszás Krisztián, Danis Dorottya, Banyár Zoltán, Kalmán Mónika, Veselni, Módosi Dániel, Horváth Roland. Horváth Anna Mária, Orbán István, Somogyi Tamás, Nagy Flóra, Horváth Robert, Tizsor Sándor, Kovács Krisztián. Thank you.
Gábor, Jábor Lani. Hallgassák meg Rácsi 3 pár 11-e osztályos tanuló zongorajátékát.